Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Tárcon rendezték meg az Ifjú Gazdák Fejér megyei gazdaköre alakuló közgyűlését. A találkozó vendégeként az ülésen ott volt az Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke is, aki arról beszélt, hogy a generációváltás egyik fontos lépcsője következik. Hát ezzel mélységesen egyetérthetünk, azt hiszem, hogy az agrárgazdaságnak szüksége van a fiatalokra. Ennek tükrében ott megválasztották a gazdakör új elnökét, és az ifjú gazda az új elnök, Kauzerné Szabó Virág, kezét csókolom, jó estét, üdvözlöm. Köszönöm neki. Én meglepődtem meg, kell, hogy mondjam, tehát nem vagyok férfi soviniszta, és nem vagyunk semmiképpen sem azokhoz tartozók, akik azt mondjuk, hogy a hölgyeknek az agrárgazdaságban nincs helye és szerepe, hiszen lám-lám, itt van ön. Viszont a meglepődésem arra sarkalt, hogy meginvitáljam, hogy ismerkedjünk meg, hiszen egy rendkívül komoly beosztás nagyon-nagyon fontos. Tehát az alap mindenképpen a hivatás választása. Honnét van az indítatás, hogy agrárgazdasággal foglalkozzon, hiszen az egyetem, erről majd beszélünk, és a később már a mesterszakot is elvégezte, és ezzel kíván foglalkozni a jövőben is. Így van. Szüleim 30 éve gazdálkodnak, növénytermesztéssel és csirketartással foglalkozunk családi gazdaság keretében Sárkeszin. Tulajdonképpen a mezőgazdaságban nőttem fel, és azért is választottam ezt a pályát, mivel szeretem ezt az életformát, és a jövőmet is a mezőgazdaságban képzelem el. Mikor döntött úgy, hogy valóban ezzel szeretne foglalkozni? Hiszen azért az nagyon-nagyon fontos, hogy valaki szereti a földet, és tudjuk, hogy a mezőföld szívében élnek, Sárszentmihály és Nádasladán között, ha úgy tetszik, ahol csodálatos földek vannak, víz van, sárvíz és a sét, tehát minden adott ahhoz, hogy egy ifjú hölgy megszeresse ezt. Így van, tulajdonképpen generációk óta gazdálkodással foglalkozik a családom, és már a pályaválasztás legelején eldöntöttem, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni, és szeretném továbbvinni azt az örökséget, amit a dédszülőktől, nagyszülőktől megörököltünk, és szeretném megtartani ezeket az erőforrásokat, a földet, és ha lehet, akkor segíteni abban, hogy ez tovább fejlődjön. Rácsodálkoztak a döntésére? A környezete? Tulajdonképpen nem, mivel a közeg, amiben felnőttem, a szülők, a nagyszülők mindig is a földnek a szeretetét, a természetnek a szeretetét sugározták, adták át nekünk gyerekeknek, és úgy gondolom, hogy ezt szeretném én is továbbadni majd a gyerekeimnek. Ugye ez a műsor többek között ugye a jelmondatából is adódóan, a jelmondatunk egyébként az, hogy mindent megteszünk azért, hogy a mezőföldön a paraszt ne legyen szitokszó. Ez teljesen egyértelmű, de azért mégiscsak furcsa. Tehát akkor egyenes útja vezetett Gödöllőre. Így van. Tehát ott kezdtem el tanulmányaimat. Miként választott szakirányt? Elsőként úgy gondoltam, hogy egy olyan alapszakot szeretnék elvégezni, ahonnan még több irányba is van lehetőségem tovább menni, és így döntöttem a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSC alapszak mellett. Ez valóban nagyon jó alapot adott ahhoz, hogy az agráriumnak több területébe is betekintést nyerjek. Majd ezután tovább mentem közgazdász mesterképzésre, regionális és környezeti gazdaságtan szakra, ahol közgazdászoklevelet szereztem, és utána pedig a doktori iskolában folytattam a tanulmányaimat. Tehát tulajdonképpen Kauzerné dr. Szabó Virág a hivatalos neve. Igen. Ugye rengeteg tudományos munkát jegyez, a legfontosabbak ugye 4 tudományos diákköri dolgozattal is, amit megdicsérték, hiszen kitűnő volt végig. A szakmai publikációi példa ma is, hogy miként lehet és miként kell a tanultakat hasznosítani, illetve továbbvinni. Ezen belül, tehát ugye a gazdaságfejlesztéssel foglalkozott, de melyek voltak azok a részei az agrárgazdaságnak, amit kiemelten figyelt ezekben a diákköri munkákban? Elsősorban a pénzgazdálkodással foglalkoztam. Tehát azt gondolom, hogy
a mai piaci környezetben a pénzgazdálkodás legalább olyan fontos a gazdálkodásban, mint maga a termelés. Tehát elsősorban azt vizsgáltam, hogy a különböző tartástechnológiák, főleg az állattartásban, milyen költséghatékonysággal tudnak működni. Tehát a tudományos diákköri munkáimnak is ez volt a célja, hogy a különböző alternatív csirketartási és tojótyúktartási technológiákat hasonlítottam össze gazdasági szempontból, és azt elemeztem, hogy ökonomilag milyen hatékonysággal tudnak termelni a különböző rendszerek. Amikor átnéztem, hogy mi mindent fogok tudni megtanulni önről, akkor feltűnt nekem a 30. országos tudományos diákköröknél a közgazdaságtudományi szekcióban ez a boldog csirke, mint új alternatíva a baromfiús előállításban. Erről egy kicsit beszéljen, hiszen ez már igazi mélységet takar ebben a témakörben minden bizonnyal. Igen, amint említettem, csirketartással foglalkozunk, és alapvetően ez egy intenzív tartásmód, ugyanakkor zárt tartásrendszerben is van lehetőség alternatív tartásmódok fejlesztésére. Egy ilyen kezdeményezés volt ez a Boldog Csirke állatjóléti program, ahol azt helyezték előtérbe, hogy annak ellenére, hogy zárt tartásban nevelkednek a csirkék, nagyobb helyet biztosítanak, tehát kisebb az egy négyzetméterre eső állatsűrűség, illetve lassúbb növekedésű fajtákat használnak. Néhány nappal hosszabb a tartásidő, ezáltal egy rostosabb izomzat tud kialakulni, illetve a napi súlygyarapodás csökken, ami mindenképpen pozitív hatással van az állatjólétre. Ezt hasznosítják otthon is? Jelenleg nem ezt a tartástechnológiát hasznosítjuk, ugyanakkor a tartásmódban nem használunk olyan takarmányt, ami GMO szóját tartalmaz, tehát csak GMO-mentes takarmányt használunk, illetve antibiotikummentesen termelünk. Tehát a GMO-mentesség az ugye az zászlóvivője Fejér megye, illetve az agrárium mindenképpen, mert ez nagyon fontos. Most már ugye tudjuk, hogy már Martonvásáron is nagyon sokat tesznek érte. És milyen utolsó hatása volt ennek a dolgozatnak azon felül, hogy díjat nyert vele? Tehát foglalkoznak-e a gazdák, illetve azok a csirketartó telepek ezzel a módszerrel már? Én úgy tudom, hogy jelenleg ebben a módszerben nem termelnek, de ugyanakkor ez egy jó kezdeményezés volt arra, hogy rávilágítsanak a gazdasági szereplők, hogy van alternatíva, és tulajdonképpen a fogyasztóknak is ez egy lehetőséget ad a választásra, hiszen tudjuk, hogy egyre fontosabb ez a fogyasztóknak, hogy legyen olyan alternatíva, amelyek termékek közül tudnak választani, és ezek alapján mindenki el tudja dönteni a saját szempontrendszere szerint, hogy milyen terméket keres a boltokban. Igen, hát a helyi termékre esküszünk természetesen. Itt is ugye az erdélyi mondás, amit ma már a biopiacon is használnak, hogy helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem, ez illeszkedik ehhez mindenképpen. A gyakorlatát az Agrárkamaránál, illetve Pesten töltötte, a Pest megyei mezőgazdasági hivatalnál. Mivel távult az a kör, amit hozzá tudott tenni az eddig tanultakhoz, tudottakhoz? Én az Agrárkamaránál nagyon hasznos információkat gyűjtöttem, mivel közvetlenül a falugazdászok mellett voltam gyakorlaton, ezért ki tudtam menni velük a termelőkhöz, a termelőkkel ott kapcsolatot tudtam tartani, és olyan pályázatokban, illetve különböző adminisztratív tevékenységekben is részt tudtam venni, amit a saját gazdaságunkban azóta is tudok alkalmazni, illetve szaktanácsadóként is segítem a gazdálkodókat. Még menjünk vissza egy kicsit az időben. A Szent István és a köztársasági ösztöndíj az mennyit segített, hogy kiteljesedjen? Fontosak voltak ezek az elismerések, mivel
szerettem volna ezekben a kutatásokban tényleges eredményeket felmutatni, és olyan gyakorlati tapasztalatokat megosztani a gazdálkodókkal, ami akár versenyképességüket is növelheti. Ez ugye egyrészt a saját gazdaságunk szempontjából is fontos volt és releváns, mivel az eredményeket ott is tudtuk alkalmazni, de ezen kívül célom volt az, hogy az ágazatnak a sikerességét és a jövedelmezőségét is támogassam ezekkel a kutatásokkal. Tehát ez egy pozitív visszajelzés volt, hogy elismerték a munkámat ezekkel a díjakkal. Ilyen értelemben egyenes útja vezetett a Magoszba? Hiszen én azt gondolom, hogy közösség nélkül bármilyen is egy gazdaság, nehezen megy a dolog. Tehát rengeteg tapasztalatot lehet gyűjteni értelemszerűen, és a gazdakörök erre való. Hogy került a Magosz közelébe? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az érdekképviselet. Fontos az, hogy legyen egy olyan szervezet, amely összefogja a gazdálkodókat, ahova segítségért tudnak fordulni. És itt a megyében részt vettem számos olyan rendezvényen, aminek ez volt a célja. Így kerültem kapcsolatba a Magosszal, és nagyon megtisztelő volt a felkérés, hogy megbíztak az elnöki feladatokkal. No, mielőtt erről beszélnénk, hogy mi minden történt Ácon, természetesen mi is ott voltunk, hiszen a híradóban beszámoltunk róla, és az Agrárinfóban is külön, hiszen Varga Imre István, a Fejér megyei Agrárkamara elnöke, illetve az előző elnök Kis Norbert Ivo, aki most a Magosz megyei elnöke is megszólalt, és megszólalt Jakab István is, a Magosz elnöke, az országgyűlés alelnöke, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a szervezet, azt mondom, hogy a kamara mellett az Agrártárca egyik legfőbb segítője legyen. Most nézzük meg azt a bejátszást, ami ott készült, hogy miként vélekedik ő arról, hogy az ifjú gazdakörök most megalakult, illetve úgy alakult meg, hogy egyben elnököt is választott. A Magoszban a fiatalítás jóval korábban kezdtük, és eldöntöttük annó jóval korábban, és már jól működik a Magosz ifjú gazda tagozata. Most ma, ezen a napon itt a megyei ifjú gazda szervezet alakul meg, azért, hogy a fiatal gazdák egy szervezetbe tömörüljenek, de ez nem azt jelenti, hogy elkülönülnek az idősebb generációtól, hanem lehetőséget teremtsenek maguknak arra, hogy a saját köreikben a maguk sajátos problémáit megbeszéljék. Hisz ha megnézzük a világban mindenhol, a farmer generációk elöregednek, egyre inkább az idősebb generáció már abba hagyja a termelést, a fiatalokat pedig nem meg kell mondani számukra, hogy mi legyen, hanem a fiatalokkal le kell ülni, egy egészséges párbeszéd keretében meg kell vitatni, hogy ők hogyan képzelik el a jövőjüket, milyen gazdaságokat szeretnének, milyen módon szeretnék az, hogy a birtok öröklődjön, hogyan lehet ezt segíteni, akár jogszabályokkal, akár pedig bizonyos kiemelt, nagyobb összegű forrásokkal. Az Európai Unióban ugyanez kiemelt programként fut, tehát mi nem teszünk mást, mint azt, hogy eddig is a Magoszban az ifjú gazdatagozat elnökségi tagként képviselve volt, ezt akarjuk most minden megyében megerősíteni. Rendkívül fontos és nagyszerű feladatok várnak a magyar agrárgazdaságra az idén is. Az Agrártárca közös platformon a Magosszal, illetve az Agrárkamarával nagyon sokat tehet azért, hogy elinduljon a fejlesztés, az öntözés fejlesztése, illetve hát azért itt van előttünk az a CAP program megvalósítása is, hiszen még egyelőre nem tudjuk, hogy az Unió milyen álláspontot képvisel. Mi a véleménye erről? Tulajdonképpen a 21. századi megoldásokat követel, a világban hatalmas változások következnek be rövid idő alatt. Tehát most ez alatt az elmúlt 20 esztendő alatt több változás volt, mint az elmúlt 100 esztendőben. Tehát robbanásszerű változás van a technológiában, a technika alkalmazásában, nagyon súlyos a klímaváltozás, ezt ugye kezelni kell, meg kell oldani, tehát nekünk ehhez kell igazodni, ez újfajta tudást, újfajta technológiát, azok működtetését igényli, és az emberek megváltozott életmódja is egy újfajta élelmiszer előállítást igényel. Egy a mozgásszegény életmódhoz szokott, egy nagyon korszerű összetételű élelmiszereket. Ezt nekünk le kell követnünk, mert ha nem értjük meg a fogyasztók igényeit, akkor majd máshonnan
hozzák azt az élelmiszert, amit ők igényelnek. Én azt gondolom, hogy egy egészséges párbeszéd kell nemzeti szinten, Európai Unió szinten, mi ezt követjük. Tehát klímaváltozás, a kihíváshoz alkalmazkodva megszületett a vízgazdálkodással kapcsolatos törvény, megteremtjük a lehetőséget, hogy legyen hozzá forrás, hogy a nagy infrastruktúrákat megépítsék állami közreműködéssel, állami és uniós források felhasználásával. Ugyanakkor nekünk az a feladatunk, hogy helyi szinten az önszerveződéssel, a szerveződéssel, amit a helyben a gazdának kell megoldani, a lehetőségek kihasználása, azt viszont a gazda oldja meg. Ebben a kamara partner segítséget nyújt, tanácsadás, programokat, sőt a Nemzeti Földügyi Központba kerül az öntözés fejlesztésnek a szervezése. Nagyon fontos, hogy az öntözési közösségeket ők tudják majd menedzselni, segíteni, hogy információt adjanak, hogy a vízjogi engedélyek megszerzésében partnerek legyenek. Hát ezen dolgozunk most. Figyelemre méltó gondolatsor, azt gondolom, főleg az első része, hiszen ez már érett, valljuk meg ezzel a köznapi szóhasználattal, hiszen tudjuk, hogy a generációváltásra mindenképpen szükség van. Nézzük be egy kicsit az ifjú gazdák közé, ugye azt tudjuk, hogy az ifjú tagozat 16-tól 40 éves korig várja a jelentkezőket, mindazokat. Hogyan tudják őket meggyőzni arról, hogy itt van a helyük? Így van, tehát várunk minden megyében gazdálkodó fiatal gazdát, akik szeretnék megismerni egymást, a gazdatársakat, szeretnének részt venni egy olyan együttműködésben, ami a mi ügyünket, a generációváltás ügyét mozdítja elő. Én azt gondolom, hogy az alakülülésen nagyon szép számmal vettek részt a fiatal gazdálkodók, 57-en jelentkeztek, kérték a tagfelvételt a szervezetbe. Tehát én azt gondolom, hogy már az alakuló ülés is azt mutatta, hogy van érdeklődő, van olyan tenni akaró fiatal gazdálkodó a megyében, aki igenis szeretne részt venni egy ilyen kezdeményezésben, és érdekli az, hogy hogyan alakul a generációváltás, mi lesz a fiataloknak a sorsa, és hogyan tudjuk formálni a jövőnket. Lesz egy úgy nyilvánvaló, hogy gondolkodnak abban, hogy a szakmai fejlődésüket segítsék. Ezt hogy képzeljük el? Szeretnénk szakmai előadásokat szervezni, mivel fontosnak tartjuk azt, hogy minél szélesebb körű információk birtokában legyünk, illetve szeretnénk megjelenni majd olyan rendezvényeken, mint például a május végén megrendezésre kerülőnek Szántóföldi Napok Mezőfalván, ahol meg tudjuk szólítani azokat a gazdálkodókat is, akik még az alakulőlésen vagy az addigi rendezvényeinken nem vesznek részt, és ezáltal minél szélesebb körben tudjuk propagálni és segíteni a gazdálkodókat abban, hogy csatlakozzanak és legyenek részesei ennek a kezdeményezésnek. Igen, mi is esztendőről esztendőre ott vagyunk, hiszen Zászlós Tibor szervezi ezt, aki a Agrárkamara alelnöke, mezőgazdaságért felelős alelnöke, és azt vettük észre, hogy most már azért egyre több a fiatal. De hát a földdel foglalkozni az már nem ciki, ha úgy tetszik. Nagyon fontos feladat hárul önökre, hiszen a pályázatok egyre inkább teret nyernek az agráriumban is. Hogyan tudják majd az aktuális pályázatokról értesíteni, illetve segíteni azokat a fiatal gazdákat, akik most kezdik még csak? Így van. Szeretnénk egy hírlevelet létrehozni, amire a tagok feliratkozhatnak, és itt esetlegesen tudjuk értesíteni őket a megjelenő pályázatokról. De én azt gondolom, hogy alapvetően az Agrárkamara felületein is nagyon sok hasznos és időszerű információ található. Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a fiatalok nagy részben használják a közösségi média felületeket is, tehát ezen keresztül lehet őket leginkább elérni, és azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságban a digitalizáció fejlődik,
az internet és a média világa, ami elsősorban utat jelent a fiatalok számára. Rendkívül fontos, hogy miként jutnak forrásokhoz a fiatal gazdák. Minden gazdára igaz ez, de a fiatalokra még inkább, hiszen ők még nem ágyazódtak be abban a rendszerben, ami a pályáztatás és a finanszírozási oldalat megismerni. Ebben is azt hiszem, hogy nagyon sokat kell, hogy segítsenek, mert ez egy az újdonság varázsa ebben az értelemben. Igen, azt gondolom, hogy a fiatal gazda pályázat lehetőségeiről és aktualitásairól mindenféleképpen tájékoztatnunk kell a gazdálkodókat, illetve szeretnénk majd olyan rendezvényeket, szakmai előadásokat, ahol kifejezetten ezzel foglalkoznánk. Tehát milyen aktuális pályázati lehetőségek vannak, kikhez lehet fordulni ez ügyben, milyen segítséget lehet igénybe venni, akár pályázatírói, jogi segítségeket. És azt gondolom, hogy erre is alkalmas ez a kezdeményezés, hiszen tudjuk egymást értesíteni az aktualitásokról, és meg tudjuk vitatni az esetleges problémákat. Technológiai fejlődésről kérdezném, hiszen a mai agrárgazdaság már nem olyan, mint 20-30-40-50 esztendeje, sőt nem is olyan, mint tavaly, ha úgy tetszik. És ez jól van így, ahhoz viszont, hogy a fiatalság párosuljon megfelelő eredményességgel, ahhoz kell az új technológia ismerete is. Így van, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy eloszlassuk a gazdatársadalomban még fennálló tévhiteket a precíziós gazdálkodással kapcsolatban. Tehát ez egy olyan terület, ahol a fiataloknak lehetőségük van kibontakozni, hiszen már a magyar gazdák számára is elérhetőek azok az eszközök, szenzorok, különböző mérőberendezések, amivel fel tudjuk mérni a gazdaságunknak az előforrásait, előkészíthetjük a megfelelő döntéshozatalt, elvégezhetjük precízen a különböző kijuttatásokat, és az eredményeket is megfelelően értékelhetjük, hiszen valós időben történik az adatrögzítés. Azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen olyan fiatalok kellenek, akik felkészültek, és úgy tudják alkalmazni ezeket az eszközöket, hogy azok valóban olyan eredményekre vezessenek, ami a cél, tehát, hogy megfelelően használhassuk az előforrásainkat, és versenyképesen termeljünk. Annál is inkább, hiszen itt a szakágat is el kell választani, ha nem is élesen, de azért korán sem mindegy, hogy valaki állattenyésztéssel foglalkozik, növénytermesztéssel, illetve milyen növényt termeszt, milyen állatot nevel. Tehát lehet-e figyelni arra, hogy a szakirányokat is külön-külön fejlesszék? Igen, én azt gondolom, hogy erre van lehetőség, és meg tudunk hirdetni akár olyan programokat, a későbbiekben tudunk pályázni akár olyan tanulmányutakra, ahol betekintést nyerhetünk egy-egy ilyen gazdaságnak az életébe, és oda célzottan meg tudjuk hívni azokat a tagokat, akik ezeken a különböző területeken tevékenykednek. Tehát én azt gondolom, hogy tudunk egy ilyen specializációt is figyelembe venni a gazdakör tevékenysége kapcsán. Ugyanakkor az általános ismeretek szélesítése is a cél, tehát minden ágazat számára olyan információk nyújtása, ami ugyanúgy hasznos bármelyik gazdatársunknak. A munka dandárja még önökre vár. Miként választott csapatot magának ehhez, hiszen nyilvánvaló, hogy ez nem egy egyszemélyes probléma megoldó. Hiába van meg a készség és a képesség hozzá. Hogy lesz olyan csapat, ami valamennyi szakágat képviseli és tud segíteni önnek, illetve önmaguknak? Így van. Tehát az alakulőülésen 4 alelnököt is választottak a résztvevők. Csete Dávid, Kovács Márk, Faust Zoltán és Devatné Molnár Anita személyében. Ők is gazdálkodással foglalkoznak, van mezőgazdasági tapasztalatuk, a tanulmányaikat is ezen a téren végezték, illetve végzik, úgyhogy azt gondolom, hogy hozzájuk is bizalommal lehet fordulni, és természetesen ők is Fejér megyei gazdálkodók, ahogy említettem. Beszéljünk a párhuzamokról, hiszen az agrárgazdaságot irányító szervezetek közül kiemelten fontos szerepet játszik Fejér megyében is a kamara, tehát az agrárkamara. Hol vannak a kapcsolódási pontok a Magosszal és az agrárkamarával? Az ifjú gazdát, ugye a Magoszban tag, de a kamarai tagság is fontos nyilván.
Így van. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés a két szervezet között. Ugyanúgy számíthatunk rájuk a különböző programok szervezésében, a kapcsolattartásban, és tulajdonképpen alapjaiban segítik a gazdaköröknek a működését és az eredményes programokat, illetve a céloknak a megvalósítását. Mi volt a választás után az első dolga? Azon túl, hogy elmondta otthon a lelke Jobbik felének, a családjának nyilvánvaló, melyik volt az első, mint elnök, az első elnöki teendője? Tulajdonképpen az első elnöki teendőm az a mostani szereplésem, mivel hogy ugye nagyon frissen alakult meg ez az egyesület, mivel hogy egyesület formájában alakult meg a szervezet, tehát igazából a munkadandárja az ezután következik. Én nagyon pozitívan tekintek a jövőre, mivel amikor eldöntöttem, hogy mezőgazdasági pályán maradok, akkor azt is fontosnak tartottam, hogy helyben is tegyek valamit a közösségért. Úgyhogy most első körben szeretnénk egy olyan ülést összehívni, ahol megismerjük egymást egy kicsit közelebbről, felvesztük a kapcsolatot, és természetesen szeretnénk felmérni a gazdatársaknak az igényét is, hogy milyen programokra lennének nyitottak, és hogy az együttműködésnek milyen pontjai vannak a jövőben. Ez mindenképpen egy közös munka, megtisztelő, hogy képviselhetem a fiatal gazdákat, ugyanakkor számítunk is egymásra, és azt gondolom, hogy fontos az, hogy fiatalként is legyen egy ilyen szervezet, ugyanakkor az idősebb generációval is meg kell tartani a kommunikációt, és családon belül is ezt tartom a generációváltás egyik alapjának, hogy meglegyen a megfelelő kommunikáció idősek és fiatalok között. Tehát nem magányosan szeretnénk tevékenykedni, szeretnénk részt venni ebben a struktúrában, a Magosz égisze alatt, és reméljük, hogy mi is hasznos tagjai tudunk lenni az ötleteinkkel és véleményünkkel a generációváltásnak. Ez az ajtó már, mint az Agrárinfo ajtaja nyitva áll önök előtt. Érdeklődéssel várjuk, hogy fognak munkához, mire jutnak. Nincs kétségem felőle, hogy eredményes lesz ez az ifjú gazdakörök csapata. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, és hát egy jó csapatot, mert hogy szükségünk van önökre. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Kauzerné Szabó Virág volt, az ifjú gazdakörök új megyei elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!